szeretném átnyújtani főorvos úrnak. Mellette azzal a kis manuval, amit már tavaly is hoztunk. Tavaly még reménykedtek, hogy hagyománnyá nőhet a RISZI által szervezett jótékonysági divatbemutató. Idén már másodjára szervezték meg az estet. Több mint 190 ezer forint gyűlt össze, melyet ma adtak át a csecsemő és gyermekosztályon. Bíztunk azért a 200 ezer forint körülnek a elérésében, de nem baj, mert akkor így tudjuk már, hogy jövőre mi a célunk, ezt a határt szeretnénk jövőre már még megugrani. Mindig van beteg, mindig kell fejleszteni valamit, így van mire fordítani a jótékony adományokat. Jelenleg úgy tervezik, hogy labor eszközt vásárolnak a befolyt összegből, ami a koraszülöttek és az újszülöttek vizsgálatát segíteni. Ez a megszületés után elsősorban a gyulladás mértékét, a bennük zajló gyulladás mértékét tudnánk egy csepérből meghatározni, ami a további kezelésnek is elengedhetetlen része lenne, hiszen ez megmutatja, hogy kell-e antibiotikumos kezelés, vagy egyszerűen az anyatej védőhatása elég lenne, illetve még többfelt a laborparamétert meg tudnánk nézni, többek között alvadási vizsgálatot is. Az iskola már tervezi a következő jótékonysági estet.